Áldalak és magasztallak, mennyei atyám, mert hatalmas és kegyelmes úr vagy. Slavim te nebeski oče, jesi veliki i moćan gospod. Köszönöm, hogy ismét összegyűlhetünk a te lábadnál. Hvala ti što možemo ponovo da se skupimo kod tvojih nogu. És köszönöm, hogy újra a te igéddel áldasz meg minket. I hvala ti što nas ponovo blagosloviš sa svojom reči. Kérlek, Uram, hogy nyisd meg a füleinket az igédnek meghallására, és... Molim te, Gospodi, da nam otvoriš uši, da čujemo tvoju reč. És a szívünket, hogy befogadjuk aztat. I naše srce, da možemo da primimo to. Kérlek, Uram, hogy te szólj hozzánk egyen-egyenként. Molim te, Gospodi, svakom od nas govori. Mert csak te látod, hogy mire van igazán szükségünk. Jer samo ti vidiš šta nam je zaista potrebno. Jézus Krisztus nevében köszönöm, Uram, és kérlek, Uram, mindenre. Úgymond Jézus Krisztus, ezt mondom, mi mondom, te Gospod, ez a szve. Amen. Amen. Jó estét kívánok! Dobro večer, Angeli. Még egy szerda este, és ahogy tudjátok, az utolsó ebben a sorozatban. Jós jedna sreda uveče i poslednja u ovoj seriji. Ebben a sorozatban az Ószövetség által megígért messiást figyeltük meg. Znači, pratili, gledali smo obecanog messiju u starom zavetu. És máma is ezt fogjuk tenni. I danas ćemo isto to da radimo. Szeretném, hogyha az Ószövetségre úgy tekintenénk, mint egy kosár szálaira. Želio bih da gledamo na stari zavet kao na košar, mi? Košar, salaira. Jer na te, znači, tu košaru i kotaricu, one iz čega ispletena kotara, ili? Kotarica? Da, da. Kako se to zove? Te ove... Pruće. Pruće, hvala lepo. És ahogyan a kosár szálai körbefonnak egy teret, és megmutatnak egy alakot, i kako to pruće, znači, zauzima jedan prostor i pravi taj jedan oblik. Így az Ószövetség is a saját szálaival kirajzol egy alakot. Tako je i stari zavet sa tim svojim nitima izražava jedan lik. Egy messiási alakot, amiben csak egy forma passzol bele. Lik jednog messie, u koji odgovara samo jedna forma. Ezért nem is azt mondom, hogy meg akarlak győzni, hogy ő a messiás, hanem azt nézzük, hogy mi az a klisé, amiben egy messiásnak passzolnia kell. Zato neću da vas ubedim da je on messia, nego da ćemo da vidimo koja je taj klisé. Forma. Ta forma, u koju messia odgovara. És ez a klisé az, ami kiszűr minden más személyiséget. I ta forma, znači, izbácuje bilo koju drugu ličnost. Annyira tökéletesen körülrajzol egy alakot, hogy nem lehet belepászítani semmi mást. Ta forma je toliko precizna, de nem možeš da staviš u nju bilo šta drugo. Vagy vágni kell az ujját, mint a mesében. Ili kao u priči treba da odsečeš prst. Vagy hozzá kell rakni valamit, hogy kitöltse azt. Ili treba dodati nešto da bi se ispunio prostor. Ha nem az egy igazi messiásról van szó. Ako nije reč o jednom pravom messii. Így máma a megváltásra való jog alapján fogjuk megfigyelni a messiást. Danas ćemo da gledamo messiju. Na osnovu prava na to da on bude messia. Oké. Okay. Jó, jó. Jasný. Útközben gyerekórákat is szoktam tartani, és az imént rábukantam néhány bankjegyre. Usput, znači, ponekad držim časove za decu, sad sam našao na neke novčanice. És engedjétek meg, hogy megmutassam őket. Dozvolite mi da vam ih pokažem. Szerintem ezeket a bankjegyeket még nem láttátok. Mislim da ove još niste videli. De mindannyian felismerjük, hogy ennek valami baja van. Hát szín mozsom, de ukápirom, de neki problém ez szavon novcsánicom. Nem passzol bele a megszokott klisébe. Ne odgovára utú formu, koji smo navikli. Ennek hiányzik egy darabja. Ovon fáli jedan deo. Van egy másik, ez a személyes kedvencem. Ovo je moje lišni, znači, ovo je što, što mi se sviđa. Ennek van egy felesleges része. Ja, ovo ima jedan deo, koji je višak.
És bár nem láttátok sosem, felismeritek, hogy ez nem az eredeti. Iako još nikad niste videli, znate da ovo nije original. Van egy másik. Ilyen is jednu. Ez rendben van? Ez úgy, ahogy van, hamis. Znači, ovo kako vidite, znači, falsifikat. Nem tudta, hogy hozok egyet. Ja nisam znao da će on donet jednu ovakvu. És mégis tudta, hogy ez nem az eredeti. Ali ipak sam znao da to nije original. Ez ugye eredeti, ezt se látta még, de felismeri, hogy eredeti. Znači, ova a druga je original. Miért? Azért, mert ismeri az összes hamis és téves bankjegyeket? Zašto sam ja znao, zato što poznaje sve lažne novčanice? Nem, nem azért ismerte fel. Ne, nije zato prepoznao. Azért, mert az igazit felismeri. Zato što poznaje pravu. És ennek alapján tudja, hogy a többi nem az igazi. I na osnovu te prave zna da ostali nisu istiniti, pravi. Nem kell nekünk minden tévtanítást megismerni és kivesézni ahhoz, hogy kiszűrjük a téves messiást. Mi nem moramo da znamo u detalje svako lažno na učenje, da bismo mogli da vidimo koji je pravi mesija. Elég az igazi jól megismerni. Dovoljno je da pravog dobro upoznamo. És hogy miért fontos nekünk a megváltásra való jog? Za čega je potrebno nam pravo megváltás, to je odkupljenje? Spasenje. Azért, mert ha olyan valakiről állítják, hogy megváltott, akinek nincs rá joga. Zato što ako neko tvrdi da je spasio, a nema pravo na to. Az ugyanolyan, mint hogyha egy hamis, nem érvényes bankjegyet próbálnánk fizetni. To je isto kao da neko pokušava da plaća sa novčanicom koja nije, znači, koja ne važi. Értéktel. Bez vrednosti. Csak a tökéletes, értékes. Samo savršeno ima vrednost. Ami nem tökéletes, az már semmit sem ér. Ono što nije savršeno ne vredi ništa. Igen. Hogyha figyeljük az egész világot, jogrendszer alapján működik. Ako pogledamo svet, on se bazira na nekom sistemu prava. Egy bírónak azért van joga ítélkezni, mert diplomája van róla. Jeden súdia môže da súdi zato, što ima diplomu. Bizonyítja nekünk ez, hogy befejezte a szükséges iskolákat ehhez. Tá diploma je dokaz, da je on završio određenu školu, zato da súdi. Hogy vegyük például az orvosokat. Ili da uzemo za primer lekare. Hát lefeküdne valaki egy orvos kése alá, ha tudná, hogy hamis a diplomája és sose járt orvosira? Da li bi neko legao pod nož lekára, da zná, da taj nikad nije išao na u školu za lekára i da nema diplomu? Úgy van. Ha egy hamis rendőrnek, egy rendőrnek álcázott valakinek fizetjük ki a büntetésünket, ako plácemo kaznu nekome, koji se pretvara, da je policajat, a pénzünk elveszett, izgubicemo novac, a bűnünk megmaradt. A grieh nem ostaje. Mert nem ismertük fel az igazit. Zato što nismo prepoznali pravog. Így van. Az Ószövetség szerint egyedül egy papnak volt joga bemutatni a nemzetért való áldozatot. U starom zavetu samo je jedan sveštenik mogao da prikaže žrtvu za narod. Ezért nagyon fontos a messiásnak ez a címe. I zato je važna ta titula Mesije. Mert csak egy olyan messiásnak van joga értünk bemutatni az áldozatot, aki pap. Ja, samo takav Mesija može za nas da prinese žrtvu, koji je sveštenik. A 110. Zsoltár tesz nekünk erről említést. U psalmu 110 se govori o tome. Mm.
így van. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségedet lábad zsámolyává nem teszem. Hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jön harmat, olyan a te ifjúságod. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Reč Jahvina gospodinu mojemu, sedi mi s desna, dok ne položim dušmane za podnože tvojim nogama. Žezlo tvoje moci protegnut će Jahve sa Siona. Vladaj posred svojih neprijatelja. Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva. Kao rosa iz krila zorina, uza tebe su mladi ratnici. Zakleo se Jahve i neće se pokajati. Zauvek ti si sveštenik po redu Melkisedekovu. Tehát látjuk, hogy egy papot ígér az Úr messiásnak. Znači vidimo da Gospod obećava Mesiji jednog sveštenika. És ennek a ezt a szemét, ezt a Melkisédeket már egyszer már találkoztunk vele ugye az Ószövetségben. Jednom sam se već sreli sa Melkisedekom u starom zavetu. Egészen az elején, skroz na početku, egy Mózes 14-ben. U prvoj Mojsijevoj 14. Nézzük meg a 18-as verstől, amikor Ábrám találkozik Melkisédekkel. 14. poglavje od 18. stiha. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Ábrám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. A Melkisedek kráľ Šalema iznese chleba i vína. On je bio sveštenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi ga govoreci, od Boga Svevišnjega, stvoritelja neba i zemlje, neka je Abraham u blagoslov. I Svevišnji Bog što ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenéből. Abraham mu dade desetinu od svega. Tehát egy Melkisédek rendszerinti pap az, aki jogosult lesz majd a megváltásra. Jeden sveštenik po redu Melkisedekovum je ima pravo za spasenje. És ugye a zsidókhoz írt levél tárgyalja nekünk ezt a részt, hogy Ábrámon keresztül az egész zsidó nép fizetett tizedet ennek a papnak. U jevrejima piše, znači da po Abrahamu svi jevreji su placjali desetak. Ovoj osobi. Így van. Tehát látjuk, hogy az egész zsidó nép fölött áll, mert a zsidók tizedet adtak neki. Vidimo da ova osoba stoji iznade celog jevrejskog naroda, zato što su oni placjali njemu desetak. De pap még a lévita rendszer előtt is, ali još prije nego što je uspostavljen levitski taj sistem, sőt, még Ábrám idejében, tehát az egész zsidó nép keletkezése előtt. Još prije nego što je nastao jevrejski narod, ezért a szolgálata nem szűkül le kizárólag a zsidókra. Sorry? Ezért a szolgálata nem szűkül le kizárólag a zsidókra. Zato se njegova služba nije usmerena samo za jevreje. Ugye Isten elhívta a lévita papokat, hogy a zsidóknak szolgálja. Znači, Bog je pozval levite da služe znači, jevrejima. Ők csak a zsidókért bírtak áldozatot bemutatni. Oni su mogli da prinesu žrtve samo za jevreje. Ezért fontos nekünk egy e feletti rend papja. Zato je nama potreban jedan sveštenik koji je iznad ovog sistema. Így van. Tehát, hogyha az a messiás, akit megismertünk, akiről hallottunk, nem tölthet be papi szolgálatot, akkor nem is jogosult a megváltásra. Ako Mesija, za kojeg smo čuli, ne ispunjava, ne može da ispuni tu službu sveštenstva, onda on nema pravo da spasi.
Tehát, hogy egy valaki, aki nem tölt be papi szolgálatot, az nem bír minket megváltani. Hát csinálják, akkor nem môže da ispuni tú svešteničku službu, taj nem môže nás da spasi. És ez ószövetségi szabály, Isten törvénye. Jó, vagy znači pravilo starog záveta, Božji zákon. Nem akarom vitatni, hogy Isten törvényei mindenkire érvényesek-e. Ne želim da ulazim u to da li su Božji zákoni za svakoga, da li su odnose za svakoga. Mert ez nem hit kérdése. Ez ovo nije pitanje vere. Isten törvényei a hitetlenekre is vonatkozik. Božji zákoni se odnose i na nevernike. Ha áthajtok a piroson, akkor is megbüntetek, ha nem hiszek a törvényekben. Ako pređem preko crvenog, i onda ću dobiti kaznu, čak i ako ne verujem u zákon. Így Isten is a hitünktől függetlenül létezik és érvényes a törvénye. Tako da Bog znači postoji nezavisno od naše vere i njegov zákon je znači verodostojan. Melkisedek nevében is kirajzolódik két új tulajdonság. U imenu Melkisedeka možemo da vidimo dve nove osobine. Az, hogy ő az igazság királya, de on kráľ ver istine, és hogy Sálem királya, azaz békesség királya. De kráľ Sálema, ili kráľ Sálema, ili kráľ Míra. Nem is kettő, ez három tulajdonság. Hát, to je tri svari osobine. Mert király is benne. Hát, kráľ je tam. Így van. Vajon király-e a mi megváltónk? Da li je kráľ náš spasitelj? Vagy egy egyszerű ember? Ili je običan čovek? Mert milyen a király? Követik őt, vagy követve van? Da, követik. Követik-e a királyt? Vagy ő-e az, aki követ valaki? Aha, znači da li ga slede, ili on sledi nekog? Tehát ha az én megváltom egyben a királyom, znači ako je moj spasitelj odma, znači u istu ruku i kráľ, moj kráľ, akkor ő mondja meg, hogy mit csináljak én. Onda mi on govori šta da radim. Nem én mondom meg, hogy mit csináljon ő. Ne govorim ja njemu šta on da radi. Meg fog váltani, hogyha elmondod ezt az imát. Spasit će te ako kažeš ovu molitvu. Nem, a megváltást nem bírjuk kizsarolni, kieszközölni. Ne, spasenje ne možemo da iznudimo. Ha a megváltód egy király, ako je tvoj spasitelj jedan kráľ, akkor te csak engedelmeskedhetsz annak, amit ő felkínál neked. Onda ti možeš samo da mu se pod, da se podrediš onome što ti on ponudi. Annak, amit mond neked. Onome što ti on kaže. Hogy fogadd el őt megváltódnak. De prihvatiš kao spasitelja. Történhet ez egy imán keresztül. Ova može da se desi kroz jednu molitvu. Te nem az imáért teszi meg ezt. Ali on to ne radi zbog molitve. Nem bírjuk semmivel sem kieszközölni. Nisacim ne možemo da to iznudimo na neki način. Tehát ha megváltót úgy mutatják be nekünk, mint valakit, akiből módszerekkel ki lehet eszközölni a megváltást. Ako pokažu Mesiju tako da sa nekim načinima možeš da nabaviš spasenje, akkor nem ő a valódi megváltó. Onda nije on pravi spasitelj. És meg kell találnunk azt, aki a valódi megváltó. I onda treba da nađemo onog koji je pravi spasitelj. Mert ha egy elmondott imán múlna, mit tesznek a némák? Znači, ako bi on znači, spasavao kroz jednu molitvu, šta bi onda nemi radili? A megváltó olyan, akit mindenkit elbír érni. Spasitelj je takav koji može dotakne svakoga. Ha el kell zarándokolnom egy helyre a megváltásomért. Akkor bi az za spasenje morao da odputujem ili kako se kaže to zarándok? Hodočašće. Da, znači da neko hodočašće napravim do jednog mesta. Akkor mit tennének a bénák az ágyhoz kötöttek? Šta bi onda uradili oni koji su vezani za krevet? Koji ne mogu da se da hodaju. A mesiásunk egy hatalmas király, aki bárkit elérhet. Naš Mesija je mocan kralj koji može da dosegne svakoga, bilo koga. Egy vakot, egy sántát. Jednog slepca, jednog hromog. Egy testi vagy lelki bénát.
jednak chromog fizički ili duchovno. Sőt, ami néha a legnehezebb, még egy egészségest is. A nekem a najtežej je ono koji je zdrav. Bárki szívét megérintheti a mesiás. Može da Mesija može da dotakne svačije srce. És nincs olyan ember, aki az evangélium szerint ki van eleve zárva az üdvösség. I nema osobe koja je na osnovu evanđelja isključena iz spasenja, od spasenja. Olvasunk olyan dolgokról, hogy valakit Isten előre elrendelt, elhívott. Čitamo o stvarima da je Bog nekoga unapred pozval. Olvasunk arról, hogy eleve tudta, hogy valaki el fog kárkozni. Čitamo da on unapred zna da će neko da propadne. De hogy valakit kárhozatra ítélt volna eleve, erről nem olvasunk. Ali da nekoga unapred odredi ili osudi na propast, o tome ne čitamo. Ezért mindannyiunkat elérhet. Zato može da dosegne svakog od nas. A mi mesiásunk nagyobb, mint bármilyen ember. Náš mesia je veci iznad svakog, iznad bilo kojeg čoveka. Egy pap és király. On je sveštenik i kralj. És ugye a nevéből kiindulva Sálem, tehát a békesség királya. Iz njegovog imena možemo da vidimo da je on kralj mira. Ha a mesiás befogadásával békétlenségünk van. Sa prihvatanjem Mesije mi dobijamo mir. Okay. A mesiás elfogadásával békességet kapunk. Viszont hogyha békétlenséget veszünk észre abban, hogy minket elfogadtuk, ali ako primetimo nemir sa time što smo ga primili, akkor át kell gondolni, hogy miért van az, és valódi mesiást fogadtunk-e be. Onda treba da vidimo zašto je to i da li smo primili pravog mesiju. Ha a megtérésünket békétlenség fonja körül. Ako oko našeg spasenja postoji neki nemir, ha felismerjük azt, hogy szerintünk mostan a mesiás elítél, kárhoztat, folyamatosan méricsgél. Ako primetimo to da nas naš mesija non-stop, znači meri, osudzuje, és folyamatosan elérendő mérföld köveket rak elébünk, és postavlja neke ciljeve ispred nas koji su nam, koje ne možemo da dosegnemo. Na majd itt lesz a tökéletes megváltásod, meg ott lesz majd egyszer a megváltás. Tu će biti tvoje savršeno spasenje ili tu. Akkor nem az igazi mesiást ismertük meg, nem azt fogadtuk be. Onda nismo upoznali, nismo upoznali pravog mesiju, nismo tog pravog mesiju primili. Az ige Sálem királyát, a békesség királyát ígéri. Reč nam obecava kralja mira. Az üdvösségemet nem bírom elveszíteni, mint egy kulcscsomót. Spasenje ne mogu da izgubim kao svežan ključeva. Nem tudom, lehet, hogy lebírom tenni, és azt mondani, hogy köszönöm, Uram, én ebből még se kérek. Ne znam, možda mogu da stavim to na stranu i kažem, Gospode, hvala lepo, ali ne želim ovo. De véletlenül elveszíteni hibából nem bírom. Ali slučajno izgubiti greškom ne može. És nekem ebből van békességem. I ja zbog toga imam mir. Nem bírok kipottyanni a megváltásból. Ne mogu da ispadnem iz spasenja. És igazságos. I on je pravedan. Nem kárhoztat el eleve senkit. Nézze unapred da osudi. Osudina propaszt, a smrt, da bilokoga. Hanem igazságos és megadja a lehetőséget. Nego jön praveden i daje šansu. A mennyek országába nem mehetnek be kínaiak. A mennyek országában nem mehetnek be kínaiak. Universo králjevstvo kinézi nem mogu da ugyu. Vagy a fekete bőr a bűnnek a jele. Ili je crna koža znak gréha. Vannak, akik ezt tanították. Postojali su ljudi koji su to naučavali. És várták, hogy kifehéredjenek az emberek.
I čekali su da svi postanu beli. Így van, a mormon egyház tanítása. Tako je učenje mormona, crkve mormona. Hihetetlen dolgokat mutattak be, mint feltételeket és mérföldköveket. Neverovatne stvari su pokazali kao uslove i kao te neke kao ciljeve. Hát van ebben igazság? A postoji pravda u ovome? Nem. Ne. Ebben nincs igazság. Ne postoji pravda u ovome. És aki nekünk ilyen messiást hirdet, i ko nama ovakvog messiju propoveda, az nem mond nekünk igazat. Taj nam ne govori istinu. És ezek azok a tanítások, amiket felül kell vizsgálnunk és megfigyelnünk, miért tanították nekünk ezt? Hát, hol ír ilyet az Isten igéje? Ja, vosszú učenja, koja treba, znači, da razmislimo o njima i da vidimo gde Božja reč govori o tim stvarima. Így van. És mindezek mellett még egy nagyon fontos tulajdonsága van a mi messiásunknak. I pored svega toga još jedna važna osobinu ima naš messija. Ellapozunk Mózes 5. könyvébe. Otićemo u Mojsijevu, petu Mojsijevu. 18:18. 18:18. Sőt, lehet a 15. Ili 18:15. Profétát támaszt atyafiaid közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre hallgassatok. Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje brace, podignut će ti Jahve, Bog tvoj, njega slušajte. A 18. vers. Profétát támasztok nektek, atyafiai közül, olyat, mint te, az én ígémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. I 18. stih, podignut ću im proroka između njihove brace kao što si ti. Stavit ću svoje reči u njegova usta da im kaže sve što mu zapovedim. Így van. A mesiás, akit az Úr megígér, egy proféta. Mesija koje gospod obecava, jedan prorok. És mi a proféta dolga? És koje zadatak proroka? Mi a munkaköri leírása? Koje njegov opis zanimanja? Isten szavát közvetíteni, Isten akaratát közvetíteni az embereknek. De govori Božju volju narodu. Nem a saját kedvét és akaratát. Ne svoju volju i želju. Nem más emberek akaratát. Ne volju drugih ljudi. Hanem Isten akaratát közvetíteni az emberekhez. Nego govori Božju volju ljudima. Mert vannak bizony olyan proféták, jer postojei proroci, akik azt mondják, akik nem azt mondják, amit az Úr mondott. Koji ne govore ono što je Gospod rekao. Isten kijelentésével ellentétes dolgokat tanítanak. Naučavaju stvari koje se protive Božjim stvarima. Ezért fontos nekünk a teljes írás. Zato je važno nama svo pismo. Így van. Ugye már az Ószövetség is azt parancsolja a szülőknek, hogy a teljes írást tanítsák a gyermekeknek. I stari zavet nam govori da roditelji treba da naučavaju svoju decu svo pismo. Mert vannak messiások, akik át szeretnek ugrálni részeket a Bibliából. Jer postoje messije koji žele da preskoče neke stvari u Bibliji. Vagy kihagynak bizonyos részeket. Ili izosteve neke delove. Vagy hozzátesznek, hogy jobban megfeleljenek a messiás leírásának. Ili dodaju neke stvari da bi bolje više odgovarali opisu messije. Könyveket, amelyek új kijelentésekről szólnak. Knjige koje govore o novi kijelentések? Izjav. A novim izjavama? Objavama. Objavama. Vagy ige verseket, fejezeteket, amik segítenek abban, hogy a zöklisejükbe passzoljon a messiás. Ili govore stihove, ili te poglavlja, koja
koje čine da, da oni izgledaju bolje u, ili da bolje pristaju taj, u tu formu. Pa djecerno za egiset mehamišićak. Ili, ili jednostavno sve, sve znači, lažiraju. A ti rjak, šajat kedvike iš teologija juk sarind. Prepišu prema svojoj volji i svojoj teologiji. De ha írás ismerjük, ali ako poznajemo pismo, akkor a mesiás nem bír bemenni, a téves mesiás nem bír bemenni azon a kapun, ami neki van előre látva. On, onda, ako poznajemo pismo, onda lažni mesija ne može da uđe na ta vrata. Így van. Mert néha csak egy veszőn múlhat az üdvösségünk. Jer nekad spasenje može da zavisi od jednog zareza. Vannak, akik szeretnek veszőket tologatni a Bibliába. Postoje osobe koje vole da pomeraju zareze u Bibliji. Igen. És ezzel érvénytelenné teszik a saját tanításukat. És a time svoje učenje čine bezvrednim. Így van. És hiába fektetnek a hitükbe sok-sok munkát, odaszánást. I džabe, znači, u svoju veru ulažu puno, puno rada. Hogy, ha a világ legjobb emberében hisznek. Ali ako veruju u najboljeg čoveka na svetu. Vagy egy angyalban. Ili u jednog anđela. Akkor őket megtévesztették. Onda su oni prevareni. És hogyha a te messiásod nem proféta, és nem az Isten szavával kompatibilis. I ako tvoj messia nije prorok i nije kompatibilan sa Božom reči. Akkor egy téves messiást ismertél meg. Onda si upoznao lažnog messiju. Mert a messiás, akit az Úr igéje ígér, jer Mesija kojeg obećava Božja reč passol ebbe a formába, passol Isten igéjébe. On odgovara u tu formu, tu Božju reč. Így van. Ezek, ezek azok a tulajdonságok, amik jogi alapot adnak a messiásnak. Ovo su osobine koje, koje daju Mesiji pravna osnove. Pravna osnove. Így van. Tehát, hogy legyen pap, znači, da bude sveštenik, hogy legyen király, da bude kráľ, hogy legyen proféta, da bude prorok. Így van. Ilyen klisében nem passzolnak bele angyalok. U ovu formu ne mogu da stanu anđeli. Ilyen klisében nem passzolnak bele nagyon jó emberek. U ovu formu ne mogu da, da stanu, ili da ne odgovaraju ovu formu najbolji ljudi. Ebbe a formába egyedül egy személy passzolhat. U ovu formu odgovara samo jedna osoba. És igen, én hiszem és vallom, hogy ez Jézus Krisztus. Ja verujem i priznem, da je to Gospod Isus Krist. Hiszem, hogy ő az, akire a teljes írás passzol, és nem töri sehol őt ez a klisé. Ja verujem da, znači da on, da je on taj koji odgovara u celo pismo i, i savršeno mu odgovara ta forma. Így van. És hogyha megismerted az igazi Jézust, i ako si upoznao pravog Isusa, akkor biztos lehetsz, hogy egy teljesen jogosult személy a te megváltód. Onda možeš biti siguran da je prava osoba sa jogosult. De osoba sa pravom. Sa osoba sa pravom, znači tvoj spasitelj. Tudhatod, hogy egy tökéletesen Isten és tökéletesen ember a te megváltód. Znaš da jedan savršen tökéletes ember. Savršen čovek, tvoj spasitelj. I savršen Bog. Hogy jogosult volt bemutatni az áldozatot. Znači, on je imao pravo da, da prikaže tu, tu žrtvu. És saját magát, a tökéletes áldozatot mutatta be. I sam sebe savršenu žrtvu je prikazao. Ezek nélkül nincsen megváltás. Bez ovih stvari nema spasenja. Ha viszont nem egy ilyen megváltót ismertél meg. Ali ako nisi upoznao ovakvog spasitelja,
akkor nem a Biblia által ígért megváltót ismertek meg. Onda nisi upoznao spasitelja koji je obećan u Bibliji. És mivel sosem tudhatjuk, hogy mikor ér véget az életünk, i zato što nikad znači ne znamo kada će doći kraj našeg života, fordulj az igazi megváltódhoz, minél előbb. Okreni se pravom spasitelju što pre. Ma van a kegyelem ideje. Danas je vrijeme milosti. Ne halaszd holnapra. Nemoj da odlažeš za sutra. Mert senki sem tudja, hogy lesz-e holnap. Jer niko ne zna da li će postojati sutra. A megváltó vissza fog jönni. Spasitelj će se vratiti. Ezt ígéri nekünk a Szentírás. To nam obećava Sveto pismo. Ne várjuk meg ezt a pillanatot a megtérésünkkel. Ne vamo čekati taj trenutak za naše spasenje. Mert csak az ő kezébe vagyunk teljes biztonságban. Jer samo smo u njegovim rukama sasvim sigurni. És merészkedem harmadszor is felolvasni ugyanazt a részt a Bibliából. I želio bi treći put da pročitam isti taj deo u Bibliji. Habár szerda van, átmerek lapozni az Új Szövetségbe. Iako je sreda, pa sad ću da malo skočim u Novi Zavet. Tudjátok már, Róma 8. Znate, Rimljanima 8. 38, 39. Rimljanima 8, 38, 39. Ugye, hogyha valódi megváltóra bíztad az életedet, ezt üzeni Pál. Ako si, znači, ako si predao život pravom spasitelju, to nam, o tom nam govori Pavle. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenlevő, jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, mely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Az Ószövetség által körülírt forma. Forma, koja je opisana u Starom Zavetu. Jézus Krisztusnak a formája. Je forma Isusa Krista. Krisztus a megígért, megváltó. Krist je obećani spasitelj. És aki rábízza az életét, az ezekre, az ígékre támaszkodhat minden helyzetben. I ko svoj život stavi na njega, stavi u njega, može uvek da se osloni nove stihove. És itt békességed lesz. I vako ćeš imati mir. Igazságos uralkodód lesz. Imat ćeš pravednog vladara. A világ mindenség teremtője az, aki gondoskodik róla. Stvoritelj celog univerzuma je onaj koji se brine o tebi. Szeret, mert gyermekévé fogadott. Volite i prihvatio te kao svoje dete. Gyermekedé fogadott és örökös vagy. Prihvatio te kao svoje dete i ti si naslednik. Uram, kérlek, hogy erősítsd meg a mi hitünket és bizalmunkat. Gospode, ja molim te da ojačaš našu veru i pouzdanje. Segíts nekünk megerősíteni a bizalmunkat Jézus Krisztusban. Pomozi nam da naše pouzdanje ojačamo u Isusa Krista. Taníts meg minket elengedni magunkat a te ígédben. Nauči nas da se opustimo u tvojoj reči. És békességben élni. I da živimo u miru. Mert tudjuk, hogy semmi sem választhat el már tőled. Jer znamo da nas ništa ne može odvojiti od tebe. És kérlek, Uram, mindazokért, akik még nem fogadták el Jézus Krisztust, mint megváltójukat. I molim te, Gospode, za sve oni koji nisu još prihvatili Isusa Krista kao spasitelja. Hogy hallják meg a te hívó szavadat. Da čuju tvoj poziv. És engedelmességre parancsolják a szívüket. I da stvarno budu poslušni svojim srcima. U svojim srcima. Györök életük lehessen. De mogu da imaju večan život. Veled közösségben.
szatabom uzájnist. És tőled adott békességük lehessen nekik. Ide magudim a jóni mír ott tebe. Köszönöm, hogy ilyen hatalmas és kegyelmes vagy. Hát és azt akkor mocen imilosti. Jézus Krisztus nevében. Imenisztus Krisztus. Amen.